Köszöntöm a horgásztársakat! Ahogy önök is láthatják, már fárasztok is. Török Szákoson vagyunk, a kettes tavon horgászunk, amely csaknem 50 hektáron terül el és nagy testű pontyok lakják. Természetesen a pontyokon kívül vannak itt gyönyörű dévérek, kárászok, de nem hiányozhatnak a ragadozó halak sem. Forgatásunk célja, hogy bemutassuk önöknek új termékeinket, amelyek a metod horgászatra lettek kifejlesztve. Természetesen vannak olyan termékeink is, amelyek még tesztelés alatt állnak, de hamarosan ezek is a piacra kerülnek. Már elvégeztem az alapozó etetést, és körülbelül 20 percet vártam, mire jelentkezett az első kapás. Az első sajnos lemaradt. Ezt a halat egy Salmon Krill alumájú Long Life Soft pellettel sikerült becserkésznem. Ezzel a termékkel már találkozhatnak önök is a boltok polcain. Nagyon eredményesek. Ezekről a Long Life pelletekről azt kell tudni, hogy dobozban található pelletek 10% a wafters, azaz lassan süllyedő, a maradék 90% pedig lebegő. És közben itt egy szép, csaknem 4 kg-os ponty. Egy frissebb látható a hal száján, valószínűleg nemrég horogra került, de nem tudott ellenállni a micsalingnak sem, ezért sikerült kifogjam én is. Itt a part közelében a víz nagyon sekély. Egyébként általában itt jelentkeznek a gondok, főleg ha nagyobb testű pikkelyest fogunk. Az etető anyagom végtelenül egyszerű, de ezt majd a későbbiekben bemutatom a nézőknek. Jól látható, hogy többszínű multicolor pelletekből áll. Újra soft pellettel fogok csalizni, krill és lazac aromákban. Ezek a pelletek nagy mennyiségű lazacolajat tartalmaznak, közben újra nedvesítem a pelleteket. Erre mindig oda kell figyelni, főleg akkor, ha nagy távolságra horgászunk. Fontos, hogy az etetőanyagunk kicsit ragacsosabb legyen. Ki kell bírni a 90-100 méteres dobásokat is. Dobás előtt mindig ellenőrzöm, hogy a zsinór ne legyen fennakadva a gyűrűkön. Ha nem figyelünk erre, akkor a szerelékünk, de akár a botnak a spicce is bánhatja a mulasztást. Ha már a bot spicéről beszélünk, akkor bemutatnám a mai felszerelésemet is. A Benzár széria Method féderével horgászom 390-es hosszban. Ezzel könnyedén dobhatok nagy távolságokra. Az orsót már sok adásban láthatták, ez a 10.000-es méretű longcast, amelynek különleges nyújtott dobja nagy segítséget jelent, amikor nagy távokra dobunk.
ajoute la lanceur de distance Firou méthode Carpex. Főzsinórunk 0-25-ös Carpex Pep metód. Az előkém egy fonott zsinór, amely hamarosan piacra kerül. A horog pedig Excalibur Round Feeder Barbless, azaz szakál nélküli horog. Nagyon sok cég gyártja ezt a típusú horgot, de 8-as méret csak nálunk kapható. Ez a méret nagyon szépen kiegyensúlyozza a 7-es és 10-es méteres pop-up csalikat, amelyeknek a felhajtó ereje viszonylag nagy. De ez a horog mégiscsak viszonylag nehezebb, és a meder felé közelében tartja a csalit. Ezeket a horgokat Japánban gyártották nagyon jó minőségű acélból. Térjünk át a csalikra. Ma használok Method Puffit, Long Life Soft peleteket és természetesen a Bicolor csalikat. De hoztam magammal Method Flame-et, ezzel próbálom majd az etetésre csalni a halakat. Az etetőkosaram egy Carp Expert metód. Jelenleg az 50 grammosat használom, de van nálam 60 és 70 grammos is. Ha esetleg felerősödik a szél, akkor lehet szükségem lesz ezekre ahhoz is, hogy elérjem az etetett távot, ami körülbelül 90-100 méterre található. Úgy érzem, hogy ez egy nagyobb hal lesz, mivel nagyon szépen, lassan, komótosan megy. A klipszik húzta a zsinóromat. Viszonylag veszélyes volt, de utolsó pillanatban sikerült megállítani. A szél kicsit megélénkült, és a halak kapókedve egyből megváltozott. Reméljük, hogy továbbra is aktívak lesznek. Szinte egy órát vártam kapás nélkül, pedig láttam, hogy a hal ott van az etetésen, de inkább víz közt tartózkodtak. Reméljük, hogy a halak táplálkozni fognak. A szél jobbról balra fúj. Nem a legjobb helyen ülök, mert általában a pontyok a széllel egy irányba vonulnak. Nem nagyon erőltetem, pedig a zsinórom megengedni ezt. A Carp Expert Method zsinór nagyon jó minőségű. Kevésbé nyúlik, mint egy átlagos monofil, ezért tökéletes a Method pecára. Főleg, hogyha nagy távolságra horgászunk. Lehet, hogy egy kicsit furán fogom most a horgászbotot, de itt előttem nagyon sekély a víz, és szeretném megszákolni ezt a halat. Körülbelül 10 kilós lehet, de nem fogom megmérni, mert nagyon meleg van. Gyönyörű ponty. Nagyon harcias. Megijed, amikor a part közelében jár, és a hasa hozzáér az iszaphoz.
A taktikám az volt, hogy ideülök a stég mellé, és majd erről fogok választani. Ezt a halat Method Pop-Up-pal fogtam, csoki narancsaromával. Ezért ezzel is folytatom tovább. Úgy tűzöm a csalit a tüskére, hogy a narancssárga rész fölül maradjon. Mostantól minden harmadik-negyedik dobáshoz keverek Method Flame-et is. Ez egy gyönyörű felhőt képez a detetésünkön, és így felkelti a pontyok érdeklődését. Gyakorlatilag úgy működik, mint egy jelzőrakéta. Ide vonzza halakat. Nézzék, milyen jól látszik. Azt javaslom, hogy mindig legyen önöknél egy spricnyi. Még egy fél literes is bőven elegendő. Fontos, hogy a peleteket picit mindig újra nedvesítjük, főleg, hogyha ilyen nagy távolságokra pecázunk. Ilyenkor ajánlott, hogy az etetőanyag picit ragacsosabb legyen. Szépen látszik, hogy szinte egy nyomásra szépen összeáll. 800 g pelletre körülbelül 2 deci vizet kell ráönteni, de ezt fokozatosan tegyék. Vagy egy másik lehetőség, hogy teljesen felöntjük vízzel, hagyjuk állni 30 másodpercet, aztán leöntjük és pihentetjük 25-30 percet, és már használható is a pellet. Reméljük, hogy amikor ez a műsor adásba kerül, akkor ezek a pelletek már ott lesznek a boltok polcain. Ma egy különleges keveréket használok. 4 különböző aromát és 4 különböző színt keverek össze. Az első egy klasszikus Halibut 2 mm-es pellet. Aztán jön a barna, amely fokhagyma és halliszt keveréke. Természetesen nem hiányozhat a halliszt és a krill, amely piros színű, végül pedig a green betain, amelynek zöld ajkú kagyló aromája van. Ezt a 4 aromát kevertem össze. De a boltokban 11 különböző aromában kerül forgalomba a legújabb Method széria etetőanyagaival együtt. Közben elkezdett esni az eső. Semmi mozgás nem volt a vizen. Egyszerre hirtelen teljesen elhúzta a botomat. Az etetésen túl körülbelül 10 méterre horgászom, ami azt jelenti, hogy már jóval 100 méter fölött horgászom. Próbálkoztam az etetésen is, de nem vált be. Reméljük, ez az esős időszak meghozza a pontyok kapókedvét és aktívabbak lesznek. Hihetetlen, milyen szép és egészséges ez a hal. Egy pikkelye sem hiányzik.
Körülbelül 6-7 kilós lehet. Fantasztikus színekben pompázik. Sajnos az időjárási viszonyok változnak egyik percről a másikra. Egész nap arra vártam, hogy a szél picit felerősödjön. Most sajnos viharossá vált, most már nagyon nehezen tudom megdobni ezt a helyet. Váltani fogok. A Method kosarat lecserélem egy klasszikus távdobó kosára, amely tökéletes, amikor mikropelleteket használunk, mert nagyon gyorsan kioldódik ebből. De a nagy előnye, hogy könnyedén lehet vele nagy távolságokat horgászni. Ez a távdobókosár nagyon előnyös, sokat fog segíteni, mert így könnyedén meghorgászhatom ezt a 100 métert, ahova etettem. Nem érdemes 90 méterre horgászni, ha 100-re etettem. Bízok benne, hogy sikerrel járok, ha a távdobó kosarat használom. Sajnos kénytelen voltam bemenekülni a kocsiba. Nem tudom, hogy eláll-e az eső, de olyan, mintha megjött volna a világ vége. Felszerelésem ott maradt a vízben, de remélem, hogy ezúttal nem lesz kapásom, mert nem szeretnék kint fárasztani ebben a zuhogó esőben. Reméljük, hogy a vihar gyorsan elvonul, és sikerül még pár pontyot matracra helyezni. Reméljük, hogy a vihar meghozza a pontyok kapókedvét. Ahogy elvonult a vihar, megjött az első ponty. Hihetetlen, milyen időjárásban volt részünk, de erre az évre jellemző volt, hiszen volt erős szél, jég, minden, amit csak elképzelt az ember. Reméljük, hogy közben megjött a halak étvágya is. Egy szép ponty. Jól megszorítom az etetőanyagot, mivel messzire kell dobjak. A long life pelletek abban különböznek a klasszikus pelletektől, hogy teljesen más technológiával készültek. Anyaguk sokkal elasztikusabb, a színezékét már a pellet anyagába keverték együtt az aromával. Ezért ötször több időt bír, mint a klasszikus variáns. Tehát bátran lehet vele csalizni horogra vagy tüskére. De ami nagyon fontos, hogy egy ilyen dobozban a pelletek 10%-a wafters, tehát nagyon lassan süllyed a mederfenékre. A többi pedig lebegő. Vannak olyan tavak, ahol a wafters csalik működnek a legjobban. Egyre jobban tetszik ez a horgászbot.
Nagyon sok élvezetes pecában volt részem, amikor radesti tavon horgáztam a múrokra, vagy akár a Dori Peszkó tavon. Ha az esős idő hamarabb jött volna, akkor valószínű, hogy sokkal több halat fogtam volna. De ma ez volt, minden peca más és más. Sajnos az időjárást nem tudjuk kedvünk szerint befolyásolni. Ez lesz az utolsó dobásom. Lassan összepakolok. De pár szóban összegezném a mai pecát. Amint láthatták, teljes szélcsendben kezdtem a pecát. Délben már szinte kibírhatatlan meleg volt. A halak nagy része vízközt táplálkozott, és nagyon nehezen sikerült horogra csalni a halakat. Ezután betört a hideg front, amely viharral együtt érkezett. Ekkor a halak kapókedve beindult, és sikerült szép halakat fogni. A legnagyobb körülbelül 12 kilós lehetett. Fogtam egy-két darab 6-8 kilósat is, de többségük inkább 2-3 kiló között mozgott. Nagyjából elégedett vagyok a mai pecával. A csalikkal kapcsolatosan elmondhatom, hogy a narancssárga szín működött nagyon jól, vagy ennek a kombinációi. Tavaly, amikor itt horgáztam, más színek működtek. Akkor a mézes epres volt a pontyok kedvence. De hát, mintha a pontyok is egyre inkább követik a divatot, sosem lehet tudni, hogy melyik szín vagy aroma működik a legjobban. Ma a legtöbb halat kagyló aromás soft pellettel fogtam. Nem volt gondom a horgászbottal. Nagyon jól működött a távoli dobások esetén, hiszen erre volt kifejlesztve. Mára ennyi volt, viszontlátásra, görbüljön a bot!